Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora december 6-án szerdán. Új katolikus óvoda épül Geszteréden, az alapkövét pénteken helyezték el. Erről is szó esik a mai műsorban, tartsanak velünk. Fejlődő agrárium, új terménytárlót adtak át Nyírvasváriban. Magyar Vöröskereszt, mozgalmas évet zárt a karitatív szervezet. Új katolikus óvoda, pénteken helyezték el az alapkövet Geszteréden. Folyamatos problémát okoz főleg az ukrán gabona export miatt a hazai termények tárolása. Erre lehet megoldás az a terménytároló, amelyet Nyírvasváriban adtak át. Az eseményen Nagy István agrárminiszter is jelen volt. Egy 350 négyzetméter alapterületű raktárbázis és 70 négyzetméter kiszolgáló egység jött létre a raktárcsarnokon belül, és csak nem 700 négyzetméternyi út épült Nyírvasváriban. A helyi gazdálkodóknak és a közmunkaprogramban megvalósuló termesztésnek is fontos pillére lesz ez az agrálogisztikai központ. Először mindig vetni kell, hogy majd sikeresen lehessen aratni. Többszörösen is jeles ez a mai nap, hiszen András nap van. A régi világban ezen a napon vette kezdetét a disznóvágás időszaka, és elkezdődik az adventi felkészülés az emberiség talán legszebb ünnepére készülve, Krisztus születésére. De úgy gondolom, hogy most ünnepes számunkra is. Hiszen azért gyűltünk össze, hogy ünnepeljünk, átadó ünnepséget tartsunk. Igen, kedves egybegyűltek, hiszen elődeink megvetették ennek az épületkomplexumnak az alapjait azzal, hogy ez a terület, amely régen a TS tulajdonában volt, önkormányzati tulajdonba került, és tovább álmodtuk, folyamatosan fejlesztettük. Ez a projekt megvalósulásának kezdeti nehézsége ellenére azért mégis büszkék lehetünk azzal, hogy ez megvalósulhatott, és ezáltal nyírvasvári településünk tovább gazdagodott. Hiszen térségünkre mindig is a mezőgazdaság volt a jellemző. Hála Istennek, ezen a településen is vannak még olyanok, akik családi gazdálkodásban, vagy egyénileg ebből a tevékenységből élnek meg, illetve tartják el családjukat. Remélem, hogy jól fogjuk majd tudni ezt az épületkomplexumot használni. Hozzá fogunk tudni járulni ahhoz, hogy a gazdák a megtermelt javaik értékesítésére sikeresebbek legyenek, hiszen lesz majd hol betárolni. Bízunk abban is, hogy az új generáció, akik nem túl régen még itt táncoltak előttünk, reméljük, hogy majd a szüleiktől átveszik ezt az örökséget, amit talán mi is a szüleinktől és nagyszüleinktől örökségül kaptunk, hogy a földműveléssel és a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységet soha ne felejtsük el, hiszen ennek mindig értéke van. Az önkormányzat is évek óta folytat közmunkaprogram keretében zöldségtermesztést, így számunkra is jó lehetőség ennek a tárolónak a beruházása. Jó magam is vallom, hogy a magyar kultúra része a zöldség, a gyümölcstermesztés, állattenyésztés fontos a következő generáció számára is. A beruházás a térségben megvalósult 127 projekt egyike, mely a terület és településfejlesztési operatív program keretében jött létre. A térségben ebben az uniós ciklusban mintegy 25 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások. A területfejlesztési operatív program keretében készült el ez a beruházás. Immár zárása következik az uniós ciklusnak, és örömmel mondhatom, jelenthetem önöknek, hogy összesen 127 pályázat érkezett az Európai Unió és a Fidesz-KDNP kormány jó voltából a területfejlesztési operatív program keretén belül a választókerületünkben, tehát 127, mintegy 25 milliárd forint értékben. Az utolsó átadások egyikén vagyunk, mármint ami a programot illeti. Még egy híja van Nagykállóban, most készül el a beruházás, úgyhogy ez az utolsó előtti ilyen átadó, ami az operatív programot illeti. Tehát levonhatjuk a következtetést, hogy sikeres volt ez a program, mert hogy gazdaságfejlesztés tekintetében mintegy tucatnyi
fejlesztés valósult meg, Nyírbátor ipari park fejlesztés, Nyírbogát ugyancsak ipari park fejlesztés, piacfejlesztések, Pirincsén és szerte a választókerületben, mintegy 3 milliárd forint értékben, belvízelvezető rendszerek, energetikai felújítások történtek középületeken, egészségházak építése, itt pedig ugye egy bölcsődét és óvoda felújítást adhattunk át az elmúlt időszakban, belvízrendezés is történt a településen, úgyhogy levonhatjuk a következtetést, kedves nyírvasvári polgárok, a település szépen fejlődött az elmúlt időszakban, és ezért szeretném az önök munkáját megköszönni. Köszönöm ezen projekt keretében Szép Szabolcsnak a munkáját, hiszen ő nyújtotta be a pályázatot a testületével, míg Hornyák János polgármester úr pedig megvalósította ezt mintaszerűen. Köszönöm a kivitelező, precíz munkáját. Nyírvasváriban évek óta kimagasló eredményeket érnek el a közmunkaprogramban. 4 fóliasátorban folytatnak zöldségtermelést. A megtermelt élelmiszer pedig sikeresen értékesítik tovább környékbeli konyhákban. A gazdák terményének tárolása mellett ezeknek a termékeknek a raktározásában is hasznos lesz ez a fejlesztés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Agrárminisztérium jövőképe ugyanis az, hogy a gazdálkodás és az élelmiszeripari termelés legyen hosszú távon is jövedelmező és társadalmilag elismert foglalkozás. Legyen vonzó vidéki környezetben modern technológiával a minőségi élelmiszer előállításában tevékenykedni. Legyen minden gazdálkodó számára elérhető és megvalósítható az a cél, hogy a természeti erőforrások fenntartható használatával egy életképes vállalkozást tudjon kialakítani. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében 2027-ig tartó uniós költségvetési ciklus forrásait Magyarország a vidékfejlesztési program keretében 2021-től soha nem látott mértékű 80%-os nemzeti forrással egészítette ki és kezdte felhasználni. Azt hiszem, jól érzékelteti az eredményességünket az, hogy a közös agrárpolitika átmeneti éveinek mondott időszakát is magába foglaló 21-es, 22-es és 23-as esztendőben a kedvezményezettek részére összességében 3.316 milliárd forintnyi támogatást ítéltünk oda vidékfejlesztési programon keresztül. Minden erőnkkel tehát a vidék megújításán dolgozunk, és külön öröm számunkra, hogy ebben nem csupán az Agrárminisztériumhoz tartozó források nyújtanak segítséget, illetve nem csak a gazdákban és a termelőkben találtunk partnerekre, hanem a terület és településfejlesztési operatív program forrása is rendelkezésre állnak, és az önkormányzatok jó része is erőfeszítéseket tesz a helyi gazdaság fejlesztése érdekében. Erre a partnerségre ad példát Nyírvasvári, ahol az önkormányzat sikerrel pályázott a TOP keretében helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztések megvalósítására. Nézzük tehát kicsit részletesebben, hogy mi az, ami elsőre is látszik az elkészült beruházásból, és melyek azok a jótéteményei, amelyekről érdemes külön is szót váltani. A projekt részeként egy 200 plusz 150 négyzetméter alapterületi raktárbázis és 70 négyzetméternyi kiszolgáló egység jött létre a raktárcsarnokon belül, és csaknem 700 négyzetméternyi út is megépült. A tervek szerint hosszú távon fenntartható, gazdaságos módon üzemeltethetővé válik ez a logisztikai bázis, amely újabb munkahelyek létrejöttét segíti elő, és a helyi, valamint megalapozza a kistérségi termelők és mikrovállalkozások fejlődését, továbbá a csaknem 2000-es település életére is pozitív gazdasági növekedéssel lesz. A raktárkapacitás fejlesztése erősíti az önkormányzat, valamint a helyi termelők és mikrovállalkozások piaci pozícióját. Ez élénkíti a helyi gazdaságot, megmaradnak a munkahelyek, de a projektet közvetett módon munkahelyteremtő hatása is van. Ezáltal mind közvetlenül, mind közvetve növeli az önkormányzat gazdasági mozgásterét is. A raktárbázis kialakítása hozzájárul a helyi termelők működéséhez. Ez pedig sok más területre is kihat. A növekvő helyi gazdasági többlet vásárló előtt generál, ami további gazdaságfejlődésre ad esélyt a településen.
Nyírvasváriban ezen a projekten túl számos beruházás valósulhatott meg az elmúlt időszakban, ami elősegíti a településen élők helyben tartását. Mozgalmas évet zár a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete. Munkáikat még mindig meghatározta az orosz-ukrán háború, de emellett békeidőben jelentkező feladataikat is ellátták. Vendégünk a vármegyei szervezet vezetője, Gurály Edina. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunk. Köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket. Én úgy gondolom, hogy bár nyilvánvalóan most már nem olyan mennyiségben, mint a múlt évben, de azért még mindig akad dolguk azzal kapcsolatban, hogy sokan jönnek át Ukrajnából a háború miatt Magyarországra, nyilván a mi vármegyénkbe, és nyilván az első segítség az részben a Magyar Vöröskereszttől érkezik ezeknek az embereknek. Ez természetesen így van, bár a feladatunk az jelentősen átalakult 2023-ban, mert addig, amíg a feladataink jó részt a határ mellé koncentrálódtak a határátkelőkhöz és a határmenti településekhez 2022-ben, 23-ban annyiban változott a feladat, hogy az itt maradó menekültek ellátásában vállaltunk nagyobb szerepet. Ez részben egy úgynevezett integrációs programot foglal magába, ez több szintéren valósul meg. A legegyszerűbbtől kezdve, akik itt kezdik el az életüket, vagy itt maradtak, nem erre rendezkedtek be alapvetően, de mégis itt maradtak, hiszen ez a háborús konfliktus úgy tűnik, hogy elég hosszan elhúzódik, tehát velünk marad még egy jó ideig, és így a menekültekről való gondoskodás, vagy az ő megsegítésük is egy alapvető feladatunká vált. Ez részben azt jelenti, hogy akik hosszabb távon is itt képzelik el most az életüket, nyilván itt a nyelvi nehézségeknek a leküzdése egy nagyon fontos feladat. Több helyszínen tartunk nyelvórákat, gyerekeknek is, felnőtteknek is. Ugye a gyerekeknek az iskolai integráció elengedhetetlen feltétele az, hogy magyarul jól tudjanak, hogy az iskolában a képességeiknek megfelelően tudjanak teljesíteni, a felnőtteknek pedig a munkavállalásnak egy alapvető feltétele az, hogy a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket megtámogassuk, akár azzal is, hogy a nyelvi készségeiket fejlesztjük. Emellett próbáljuk őket a helyi közösségbe bevonni, illetve a saját szokásaikat is megtartani, és olyan foglalkozásokat, olyan csoportfoglalkozásokat szervezünk nekik, ahol a nehézségeikről is tudnak beszélni, ezzel együtt egy pszichoszociális támogatást is nyújtunk. Tehát nagyon vegyes a feladat, amit ellátunk, mert a legegyszerűbb adományosztástól kezdve az ő integrációjuk komplex megvalósításán át, ebben nagyon sok minden belefér, és ezt a nagyon sok mindenféle feladatot továbbra is szervezzük. Úgy, hogy természetesen, ami adomány még érkezik, azt mi közvetítjük a rászorulóknak, a menekülteknek is, és beletartozik az is, hogy Lónyán a segítségpontot a mai napig fenntartjuk, ahol várjuk azokat, akik ott kérnek segítséget, vagy ott szeretnének egy elsődleges ellátást kapni. Gondolom én, ez az integrációs munkához rengeteg szakemberre van szükség, és mivel nyilvánvalóan a Vöröskeresztben bár szakemberek dolgoznak, de azért ennyi minden gondom nem, nagyon fontos az önkéntesség szerepe is, hiszen sokan olyanok is segítenek, akik nem fizetést kapnak érte a Vöröskereszttől, hanem egyszerűen csak úgy érzik, hogy szívesen segítenek. Azt gondolom, hogy milyen szempontból egy elég szerencsés szervezet vagyunk, mert egy elég markáns önkéntes csapat van mellettünk, és dolgozik velünk együtt. Itt nyilván a feladatoknak a mélysége, hogy ki milyen rendszerességgel, milyen típusú feladatokban vesz részt, ez egy nagyon nagy palettán mutatkozik meg. Van, aki ilyenkor a karácsonyi adománygyűjtési akcióinkba kapcsolódik be, és akkor például a gyűjtéseket szervezi egy-egy iskolában, intézményben, vagy a településén, vagy egy munkahelyi közösségben. Van, akik a véradás szervezésben egész évben folyamatosan velünk vannak, és folyamatosan támogatják azt a munkát, amit mi végzünk. Ez is munkahelyi közösségekben, települési közösségekben, akár a véradó behívóknak a szétküldését a településen, a plakátoknak a kihelyezésében tehermentesítenek bennünket, a helyszínbiztosításnál ott vannak velünk. Tehát nagyon sokrétű munka az, hogy egy-egy véradás milyen sikerességgel tud zárulni, és ebben az ő segítségük természetesen nem forintosítható, de számunkra egy megfizethetetlen dolog.
Van, aki az első segélynyújtó tevékenységünkben nagyon aktív, és elképzelhetetlen az, hogy nélkülük valósuljon meg például egy hősképző program. Tehát nagyon-nagyon sok szelete van ennek az önkéntességnek, és nyilván itt csak egy töredékét sorolom fel, de talán ezek a legmarkánsabbak, ezek a legmeghatározóbbak, amit sok mindenkit megszólítanak. A háborús válság, a menekült válság az egy soha nem látott önkéntes megmozdulást jelentett, és a soha nem látott alatt azt értem, hogy az ország minden tájáról érkeztek önkéntesek, azért az nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen megyehatárokat átlépő önkéntes mozgást lehessen megfigyelni, például akár a mi tevékenységi területünkön is. Nyilván ez, ahogyan a menekültek száma csökkent és a feladatok csökkentek, ugye szervezetnél lévő önkéntesek száma is ezzel együtt csökkent, és maradtak természetesen azok velünk, akik rendszeres önkénteseink és az életünk más területén is számíthatunk rájuk. Ha már a véradás szóba került, ugye ez az egyik legolyan tevékenység, amelyről ismerik széles körben a Vöröskeresztet. Hogy álltunk ebben az évben a véradáshoz? Mennyire volt aktív a vármegye? Én azt gondolom, hogy jól álltunk a véradáshoz. A megszervezett véradásaink azok, azt kell mondjam, hogy többnyire sikeresek. Nyilván egy 100%-os véradást azt nagyon nehéz úgy megszervezni, hogy valóban 100%-os legyen, hiszen mondjuk ha 20 véradót várunk egy véradásra, és csak 19-en mentek el, akkor a kis számok törvényében a százalékok már másképpen alakulnak, és emiatt nem is annyira szeretjük ezeket a százalékos meghatározásokat. Jól sikerült teljesítenünk a tervet, nagyon sokat dolgoztak ezen a kollégák, ebben az évben átszerveztük a véradásoknak a metódusát, nagyobb helyszíneket szerveztünk le, tehát mindig vannak nagyobb városi véradások, Fehérgyarmaton, Mátészalkán, Kisvárdán, Vásárosnaményban. Próbáljuk ezekre a városi véradásokra megszólítani a környező kisebb településeknek a véradóit is. Próbáljuk úgy szervezni, hogy az alkalmak száma se csökkenjen, de a véradói kedv is megmaradjon, és ebben próbálunk egyfajta egyensúlyt teremteni, hogy az országos vérellátó szolgálat kapacitása, illetve a mi kapacitásunk a lehető legjobban legyen kihasználva. Mi egész évben nagyon sokat dolgozunk azon, hogy meglegyen a megfelelő donor utánpótlás, hiszen a véradások azok nem lehetnek sikeresek akkor, hogyha a véradó donorokat nem jól, nem a megfelelő módon szólítjuk meg, ha nem tudjuk őket elérni. Ezért a pandémia idején egy metódussá vált a telefonos behívás, tehát minden véradó donort telefonon fel szoktunk hívni a véradást megelőzően. Ezt ebben az évben egy call center látja el, amiben megváltozott munkaképességű munkavállalók dolgoznak. Ezzel is próbálunk nekik teret és lehetőséget adni, hogy egy nagyon fontos társadalmi tevékenységbe a Vöröskereszt munkavállalóiként tudjanak bekapcsolódni. Mennyire nehéz a donorokat megtalálni akkor, amikor ez nyilván évek óta így van. Ugye van olyan típusú véradás is, amiért fizetnek, ugye nyilván ezért nem fizetnek egy más típusúért. Ugye itt valóban szívességet kér a Vöröskereszt, uh-huh. vagy a vérellátó, szóval nehéz, egyre nehezebb ilyen anyagias világban a donorokat erre rávenni, vagy szívesen jönnek, nem azért jönnek, mert bármit is várnának érte cserébe. Tehát a tirítismentes véradás az nem azonos a plazmaferezéssel, tehát a kettőt azt nem szabad összekeverni. Ugye az egyik az erre jó, a másik pedig egy egészen más dologra jó. A teljes véradás az tirítismentes Magyarországon. Mi azon igyekszünk, hogy a véradók, akik eljönnek, nem csak ebben a vármegyében, hanem azt gondolom, hogy teljes, tehát az egész országban, azon dolgoznak például a kollégáink, hogy mindig legyen valamilyen apró kedvesség, amivel meg tudjuk lepni a véradókat, valami apró ajándék, tényleg egy apró figyelmesség, hogy érezzék, hogy nekünk ők fontosak. Az elanyagiasodott világban bármilyen önzetlen tevékenységre
rávenni az embereket, azt gondolom, hogy kihívással jár. Ez így van a donoroknál is. A rendszeres véradókat szinte megszólítani sem kell, hiszen van egyfajta olyan belső elköteleződésük, amit talán nehéz is megfogalmazni, hogy ez honnan van, ők ezt egyszer elkezdték csinálni. Én tényleg azt tudom mondani, hogy ráéreztek az ízére, hogy milyen az, hogy segítek teljesen névtelenül, teljesen anonim módon másokon, egy olyan dologgal, amikor a testemből adok valamit, egy szervemet adom oda ahhoz, hogy más meg tudjon gyógyulni, fel tudjon épülni, hogy egy életmentő műtétet el lehessen rajta végezni. Ez az önzetlenségnek és a segítségnyújtásnak azt gondolom, hogy a legcsendesebb és a legszebb formája. Tehát aki véradó donor lesz, az egy nagyon nagy elköteleződésben van az embertársai iránt, nem vár érte semmit. Úgyhogy mi ezeket az embereket próbáljuk megtalálni, akikben ez a fajta jóság még jelen van, és ezt a fajta elköteleződést föl lehet ébreszteni. Ha már a jóság szóba került, karácsony időszaka van, nyilván ilyenkor a gyűjtés, a jótékonykodás a Vöröskeresztnek is sajátja. Mivel készülnek idén? Hát én ilyenkor mindig nagyon boldog vagyok, amikor alig lehet bemenni a Malom utcai székhelyünkre, mert már minden helyen adomány van, és adományok halmozódnak fel. Ebben az évben is meghirdettük a Csak egy kis apróság szeretet akciónkat, amit óvodákban és iskolákban hirdettünk meg, közép- és általános iskolákban. Ezek elég sikeresek szoktak lenni, tehát a pedagógusok ebben nagyon jó partnereink évek óta, hogy ösztönözzék a gyerekeket arra, hogyha mindenki csak egy apró dologgal járul hozzá egy közös nagy sikerhez, abból egy nagyon szép adományozási akció tud kikerekedni. Azt tapasztaljuk, hogy minden évben egyre több az adománykérő, vannak olyan adománykérők, akik évről évre visszatérnek hozzánk, és karácsony előtt jönnek és kérnek tőlünk segítséget, hogy az ünnepeket egy picit könnyítsük meg számukra. Mi ezen dolgozunk megyeszerte, vármegyeszerte, nem csak Nyíregyházán, hanem a központjainkban is gyűlnek szépen az adományok, és azon vagyunk, hogy minél több rászorulóhoz eljussunk. Nyilván az, hogy mi tud bekerülni a csomagba, az mindig meghatározza, hogy milyen az adományozásnak a mértéke, tehát milyen mennyiségű adomány kerül a szervezethez, azt természetesen maradéktalanul ki is osztjuk ebben az időszakban. Azon dolgozunk, hogy azoknak, akiknek egész évben nehéz az élet, és nélkülözniük kell, legalább a karácsonyi időszakot egy csomag segítségével tudjuk szebbé tenni. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és egy eredményes évet kívánok 2024-re is önöknek. Viszont kívánom mindenkinek. Más téma. Új katolikus óvoda épül Geszteréden. A beruházás összköltsége csak nem 500 millió forint, amelyből az állam 168 millió forint támogatást nyújt. Soltész Miklós államtitkár az ünnepségen jó döntésnek nevezte, hogy egyházi kézbe kerül Geszteréd általános iskolája, valamint a Római Katolikus Egyházmegye szerepet vállal az óvoda létrehozásában és működtetésében is. Palánki Ferenc püspök áldotta meg azt az időkapszulát, amelyet az építési területen helyeztek el. Az óvoda falai már állnak, az építkezés jó ütemben halad ahhoz, hogy jövőre elfoglalhassák új helyüket a gyermekek. Törő András intézményvezető elmondta, régi álmuk teljesül ezzel az építkezéssel. Nem az a kérdés, hogy léteznek-e csodák, hanem az a kérdés, hogy hiszel-e bennük eléggé ahhoz, hogy létrehozd őket. Mi hittünk a csodában, álmodtunk róla, hogy egyszer egy modern, tágos óvodaépületben tölthetik jellemüket és tudásukat fejlesztő mindennapjainkat óvodásaink. Ma ünneplünk, hiszen az új óvodánk épületének alapkőletétele valósul meg. Fenntartónk, Palánki Ferenc püspökatya nagyon jó és bölcs gazdaként nyújtott segítő kezet, amikor felmerült annak az igénye és szükségessége, hogy óvodánk a régi elavult, korszerűtlen épülete helyébe modern, 21. századi épületet varázsoljon. Hálásak vagyunk ezért, hiszen tudjuk, hogy óvodásaink számára egy olyan biztonságos, élhető környezetet teremtünk, ahol megtanulja a gyermek a szolidaritást, a nagylelkűséget, és a remény értékeit,
amelyek Jézus Krisztusban való hitünkből ered. Itt kap megerősítést, hogy az Isten, ami szerető atyánk, aki gondoskodik minden egyes gyermekéről, és szeretettel veszi körül, erőt és bátorságot ad minden helyzetben. Kívánjuk, hogy legyen ez az óvoda a gesztréri gyerekek oktatásának, szellemi fejlődésének, hitben való gyarapodásának olyan helye, ahol növekednek testben és lélekben egyaránt. Kérjük a Jóisten, fogadj el azoknak a szolgálatát, akik támogatták ezt az építkezést. Segítse azokat a dolgozókat, akik munkálkodnak rajta. Engedje meg, hogy sikeresen befejezzék az építkezést, hogy egy év múlva gyermekeink örömmel vessék birtokukba. A település jövőjét a fiatalok, a mostani gyerekek tudják biztosítani. Ahhoz, hogy őket helyben tudják tartani az olyan kis települések, mint Geszteréd, szükség van az ilyen és ehhez hasonló beruházásokra. A fiataloknak jövőkép kell, hogy a születendő gyermekeket biztos helyen, biztos kezekben tudhassák. Hiszen ahogy Szabó József polgármester elmondta, a minőségi oktatáshoz minden gyermeknek joga van. Hiszem és vallom, minden gyermeknek meg kell kapnia a legjobb lehetőségeket, gondoskodást és támogatást a fejlődéséhez. Minden gyermeknek jogában áll elérni a legmagasabb szintű oktatást, egészségügyi ellátást és minden olyan lehetőséget, amely szükséges a személyes fejlődéséhez és szakmai tudásához. A mai nap különleges, hiszen egy új kezdet küszöbén állunk, amely nem csak egy épület megépítését jelenti, hanem egy egész közösség, egy úgy korszerű és biztonságos közösségi tér születését is. Az óvoda nem csak az oktatás, hanem a barátságok és az együttműködés helye is. A beruházás illeszkedik Geszteréd község önkormányzatának településfejlesztési tervéhez is, hiszen növeli a település lakosság megtartó képességét, vonzóvá teszi Geszterédet az ide települők részére, a magas színvonalú szolgáltatás révén, és hozzájárul az élhető község kialakításának folyamatához. Soltész Miklós államtitkár a felgyorsult világban való nehéz döntéshozatalról és az elköteleződés nehézségéről beszélt köszöntőjének elején, amiben kiemelte ahhoz, hogy egy gyermekből milyen felnőtt válik, az sokban múlik az oktatási intézményektől, ahová jár, és a nevelőktől, akik jelen lesznek az életében. Geszteréd évekkel ezelőtt döntött arról, hogy az oktatási intézményei a katolikus egyházhoz tartozzanak. Ezzel pedig azt is eldöntötték, fejlődni akarnak, és ebben az egyház minden segítséget, keretet megad. Tulajdonképp ennek az egyik része az, amit a katolikus egyházzal is, és más felekezetekkel közösen megkötöttünk, szerződéseket, illetve terveket mondjuk így, hogy szőttünk, aminek eredményeképpen a katolikus egyház is egy óvodaprogramnak a részese lehetett. És ezen belül, hála Istennek, Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye is 3 új óvodát építhet, illetve építhetett. Megint csak köszönöm szépen Püspök atyának és munkatársainak, hiszen ezzel 250 új férőhely jön létre, ami olyan óriási nagy dolog, és ezzel tulajdonképp csatlakoztak ahhoz az országos programhoz, ami a katolikus egyházon belül 13 ezer vagy új férőhelyet, vagy pedig megújuló férőhelyet jelentett. Óriási nagy dolog ez. És nyilván itt nem állhatunk meg, most a program végén vagyunk, de amikor a gazdasági helyzet úgy adja és lehetőséget biztosít számunkra, akkor ezt a munkát újra kell kezdeni, vagy folytatni kell, hiszen úgy tudom, van bőven még olyan település, akik jelentkeznének, nem csak katolikus, hanem adott esetben református vagy evangélikus testvéreknél is hasonló programra. Tisztelt ünneplő közösség! Geszteréd egykori urai bizonyos Cudar család volt, ha jól olvastam. Szembe szálltak annak idején Mátyás királlyal. Nem tudom, jó ötlet volt-e részükről, mert elég hamar elvesztették a falut is, illetve más földeket is, és így a Palágyi család lett az új birtokos.
Én azt nem tudom, hogy amikor azt mondjuk a magyar nyelven, hogy cudar időket élünk, az innen származik-e. El tudom képzelni, mert Mátyás királlyal szerintem butaság volt, még a fiatal királlyal is szembeszállni, de hát azt viszont tudom mondani, hogy cudar életet, vagy időket élünk most, sajnos. És ez nem a mi hibánkból történik. A háborúk, amelyeket megélünk, és próbálunk segíteni a bajba jutottakon, és próbálunk imádsággal, és persze hozzáállásunkkal is az bizonyítani, hogy sem fegyvert, sem mást nem küldünk ezekre a vidékekre, háborús vidékekre, de minden segítséget megadunk. De ugyanis sajnos az a gazdasági nehézség, amit hát az Európai Unió rossz döntései is ránk zúdítottak, ezek is táplálják, erősítik a cudar időt. Csak nem biztos, hogy mi nekünk ebbe bele kell fásulnunk, sőt, nem szabad belefáradnunk, és ha már Palágyi nincsen, de van egy jó palánki püspökünk. És arra bíztatnám önöket, hogy az a közösség, amit ő és a püspökség elindított, illetve még elődje is, püspök úr is, ezt erősítsék. Önökön múlik, hogy a gyermekek, akik aztán ifjúvá, majd később felnőtté sertülnek és utána nőnek, azok azt tovább tudják vinni annak az éneknek a tartalmát, amit hallottunk tőlük. Az 500 millió forintos beruházáshoz Magyarország kormánya is hozzájárul 168 millió forintos állami támogatással. Csak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében három új óvoda épült 250 férőhellyel. A munka nem áll meg, hiszen amint mód lesz rá, Magyarország kormánya folytatja az óvodák felújítását és építését. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorra legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!